Üdv mindenkinek, sziasztok! Zazek vagyok, a kabinból. Autóvásárlás, illetve milyen autót vettem. Ugye, mint említettem már, fél évet lehet itt a külföldi rendszámos autó, utána pedig el kell távolítani az országból. Első körben azt hittem, hogy az elegendő, hogy csak átmegyünk a franciákhoz mondjuk, komppal, aztán visszajövök, és akkor megint van fél éve. Aztán kiderült, hogy nem, hanem ez úgy működik, hogy egy évben összesen 185 napot lehet itt az autó. Tehát a maradék napokon a 365-ből nem lehet itt egyet sem. Tehát el kell vinni, és amikor letelt megint ugye a maradék, tehát egy év úgymond, akkor megint visszajött 185 napra az autó. Tehát egyszerűen ezt tudatában voltam ennek, mennem kellett egy autót. És hát ugye Mi legyen az autó? Én nagyon szerettem a Ducatót, mint már számtalanszorra említettem. De kéne valami olcsó autó. Most az olcsó alatt ugye, most értem, hogy idézőjelben pár száz fontért akartam venni valamit, azt hallottam már bent a raktárban is, meg ugye nézegettem a piacot, és hát tényleg itt pár száz fontért lehet venni üzemképes autót, műszaki vizsgával, ami elvisz A-ból B-be. És elkezdtem nézegetni ugye az autókat, de hát nem találtam semmi olyat, ami tetszett volna, szimpatikus lett volna, bár ennyire olcsón nem. És akkor egyszer csak így beleakadt, vagy bejött a látókörbe egy autó. Ugye abban az időben, amikor én vettem az autót, még nem volt Facebook Marketplace, mert azóta már tudom, hogy tényleg fillére ki lehet autót venni Facebook Marketplace-ről, akár a környékemen is. Abban az időben még nem volt ez, csak az Autotrader, az nagyon drága volt. eBay, hát az szintén, és akkor volt meg a Gumtree, amit én használtam annak idején, 16 év elején, és akkor ott lehetett így még aránylag olcsón autót venni, és ott találtam rá erre az autóra. Hát ezt, amit tudni kell, ez Birminghamben volt ez az autó, ami tőlünk egy olyan jó órányi autóútra van, de hát ugye autónk akkor még nem volt ilyen, tehát most ilyen megyek le a Ducatóval odáig, utána hogy hozom vissza azt az autót. Csak elkezdtünk gondolkozni. Lényeg, hogy ez egy Opel Astra, tehát Vauxhall Astra lett. Ha valakinek mond valamit, ez egy G Astra. 2003-as volt talán. Az a lényeg, hogy ez már tipikus rendőr Astra utáni egyel. Fatromnak egyébként a mai napig egy ilyen F-Astra-ja van, ami a rendőr Astra úgymond. 2002-ben vette vadonatújonnan a szalomban, és a mai napig az övé az autó. És az a vicce, nem is nagyon használja, tehát van benne 160-170 ezer kilométer most, bár már a karosszéria az már eléggé ramaty állapotban van, kezdi megadni magát. Pont éppen mi nap beszélgettünk róla, hogy kéne valami új autó neki, mert ezt már nem fogja átengedni vizsgálni, annyira el van rohadva, meg rugót kéne cserélni rajta, meg hát szóval vannak már nyűgjei, de hát csak 2019 éves autó, lassan 20 éves autó lesz, és hát azért faterom az nem a finom használat és a karbantartás híve, maradjunk ennyiben, így négy szem közt, tehát használja, üti, vágja, aztán csak tankolja. Néha már nagyon valami ki akar esni alóla, akkor azt megcsináltatja, vagy vizsgál, szól neki, hogy ezt már ki kell cserélni, mert nem megy át a vizsgál, akkor azt megcsináltatja. Tehát eléggé lelakott Astra, de megy egyébként a mai napig, hibátlanul beindul. Szóval lényeg, hogy én ezutáni Astrát vettem, a G Astrát vettem meg, majd rakok be ide képet, gyönyörű szép zöld színben. És hát ugye volt a logisztikai probléma, hogy hogy oldjuk meg, hogy menjünk leérte. És megbeszéltük a Verával azt, hogy mivel az autó Birminghamben van, akkor hogy úgy kell összelogisztikáznunk, hogy mi elrepülünk haza. Tehát elmegyünk haza kocsival, és visszafele a birminghami reptérre jövünk, és onnan akkor hazahozzuk az autót. És akkor igen ám, de ez nem lett annyira opció, mert hogyha ha mi történik, hogyha ha valami gebasz van, és nem tudunk úgy visszajönni, vagy nagyon drága a birminghami reptér, akkor most azért vegyek oda repülőjegyet, vagy hogy legyen ez megoldva. És akkor abban maradtunk, hogy még mielőtt hazavisszük a ducit, előtte már megveszünk ezt az autót úgy, hogy lemegyünk Birminghambe vonattal,
ott vagy megkérjük az embert, hogy taxiállomásra hozza ki a kocsit, vagyis a vasútállomásra, hogy hozza ki a kocsit, és onnan hazajövünk, vagy valahogy megoldjuk, vagy taxival elmegyünk esetleg a vasútállomásra a kocsihoz. Hát ember sajnos módon nem volt ennyire rugalmas, úgyhogy mondta, hogy ha kell az autó, akkor menjünk oda érte valahogy. Először furcsa volt, hogy ennyire nem hajlandó itt megmozdulni, aztán most már azt tudom, ez megint csak az évek tapasztalata, hogy emberek, amikor fillére kiadnak el kocsit, az van rá 564 darab jelentkező, ő egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy majd megoldja a te problémádat, hogy mész oda az autóhoz. Kell az autó, gyere ide, old meg. Ráadásul 300 font volt az autó. Ezt át lehet számolni, ez 100. És akkor jött a logisztikai része, hogy menjünk akkor le, milyen vonattal, hova érkezik a vonat. Amivel nekünk szerencsénk van, hogy ahol lakunk ugye Stoke-on-Trentben, mi elég közel lakunk a vasútállomásra, tehát ott sikerült kibérelnünk ezt a lakást. Szóval lényeg, hogy közel van a vasútállomás, tehát a vasútállomáshoz ki tudunk úgymond sétálni, az egy 5, maximum 10 perc nagyon kényelmes séta, 5-8 perc, de 10 perc alatt tényleg ki lehet kényelmesen érni. Ugye nagy bőröndöt meg hátisakot nem vittünk semmit, tehát kocsit mentünk venni. Mondjuk fel voltam készülve arra, hogyha lemegyünk oda és akkor nem veszünk meg az autót, mert valami nem tetszik, akkor vissza is tudjunk jönni, de ez nem nagyon volt ugye pillanatban opció. Lényeg, hogy megvettük a repülőjegyet, már az öltséget beszélek, megvettük a vonatjegyet, azt is ugye online, itt ez nagyon jól működik egyébként ebben az országban, itt Angliában, hogy mindent így online el lehet intézni. Az autó átiratást, a vonatjegyvásárlást, repényvásárlást, a ügyintézést, jogosítványt, személyt, tehát mindent aránylag könnyen megy. Ha valamit meg akar változtatni a személy, de jogsidon, mondjuk annyi a problémája, hogy mondjuk el kell küldened, tehát postára el kell jussz és menned, de általában nagyon sok mindent el lehet intézni online. Vonatjegy, vásárlás is megy. Most lehet, hogy ez manapság már nem újdonság, nekem ilyen 15-16-ban még az volt, ráadásul azért is, mert ugye én Magyarországon sem voltam, illetve Kanadában sem voltam, ilyen nagyon számítógép gurú, ugye minden tudja, hogy kell repülőjegyet venni, meg hogyan lehet szállás foglalni, meg ilyesmi. Nekem ez nem ment, ez egy kicsit újdonság volt. Szóval megvettük a vonatjegyet. Hát nem akarok hazudni, de talán 12 font volt fejenként. És ráadásul úgy, hogy első osztály. Mert ha jól emlékszem, akkor annyira minimális különbség volt az első és a másodosztály között, Hogy inkább azt mondtuk, hogy akkor menjünk első osztály, helyjegy, azt akkor nincs vita, hogy kivel ülünk össze. És ráadásul ugye volt ennek még más előnye is, amiről mindjárt mesélek. Szóval lényeg az, hogy lefoglaltuk a vonatjegyet, ugye megbeszéltük az emberrel, hogy mikorra megyünk, ahhoz képest foglaltuk a repülőjegyet, nem már mindig repülőjegyet mondok, tehát a vonatjegyet. Ott is ugye ráhagytunk egy kicsit a taxizásra, meg hasonló. És lényeg az, hogy amikor eljött ez a nap, hogy akkor megyünk az autóért, akkor mi ugye kibattyogtunk a kis hátizsákunkkal a vasútállomásra, és akkor van a vasútállomásnak egy nagy főbejárata, ahol be lehet menni ilyen forgó ajtón keresztül, vagy ilyen beengedőn keresztül. Ott is ugye a telefonra érkezett vonalkóddal lehet bejutni, ami egyben az emberek a vonatjegye is. Illetve van egy másik bejárat, amire ki volt írva, hogy VIP First Class. Mondom, ez mi? És nem, rosszul mondom. Utólag jöttünk rá, hogy van kívülről is bejárat. Nem, tehát van ez a bejárat, ez a forgóajtós bejárat, és amikor bementünk ugye magára a peronra, magára a vasútállomásra, akkor elkezdtünk bóklászni, mert ki volt írva, hogy mit tudom én, a hármas vágányról fog menni majd a mi vonatunk Birminghambe. És akkor nézegettünk a verával, és soha nem voltunk még bent a vasútállomáson, és akkor csodálkoztunk, ugye vasúti sín, meg emberek, meg egészen kicsit olyan nyugatibb volt. Mondjuk nem másabb egyébként, mondjuk, de a nyugati pályaudvar, vagy a keleti. Csak mégis olyan furcsa volt számunkra, hogy ilyen egyébként is autós ember vagyok, nem nagyon vonatoztam én sehova életemben. Szóval vasútállomás, nézelődünk, bóklászunk, majd elindulunk a peron vége fele, ott a 3/4-nél ki van írva, hogy VIP első osztály váró. Hát ez meg mi? És akkor úgy bekukucskáltunk, egy nagy üveg ajtó van, meg egy üveg frontja van, és akkor bekukucskáltam az ablakon, és úgy látszott, hogy nagy kényelmes fotelok vannak bent, egy ilyen szófa, ilyen ülőgarnitúra, egy ilyen kis pulton van kávéautomata, meg mi ez, te mondom, VIP első osztály? Hát mondom, mi első osztályra szóló jegyet vegyünk, mondom, mi ez? És akkor néztük, és ott volt egy ilyen vonalkód olvasó az ajtó mellett,
És akkor ugye azt oda volt írva, hogy szkenneld be a jegyet, hogyha be akarsz menni, abba tudod kinyitni az ajtót. Hát mondom, próbálj meg, mi ezt elé valamunk van. Oda raktam a kis vonalkódunkat, pitty-putty, és kinyílt az ajtó. Hát mondom, urak vagyunk, haver, gyere, menjünk be. Ugyan ezzel a vonalkód, ami maga a repülőjegy, bocsánat, nem tudom miért mondom mindig repülőjegyet. Szóval a vonaljegyet, ahogy én megvettem, ugye kaptam egy vonalkódot e-mailen keresztül, és abban a vonalkóddal én tudtam mindenhol bemenni. Abban jöttem be a vasútállomásra, abban mentem be a VIP váróba, illetve azt kell majd, avatok felszáll a vonatra, és abban azt kell majd mutatnom a Kallernak is, hogy nekem van első osztályú jegye. Lényeg az, hogy vonalkódot leolvassuk, bemegyünk szépen a váróterembe, hát ez hihetetlen volt számunkra. Tehát 3 percenként esik az eső, süt a nap, esik az eső, süt a nap, esik az eső, már agyvérzés kapok ettől. Holnap szemű vagyok, hol nem látok az esőt, és megy az ablaktörlő. Na mindegy. Szóval bemegyünk ebbe a váróterembe, tényleg ilyen nagyon komfortosnak tűnő fotelok vannak, asztal, újságok kirakva. Ez van egy ilyen hűtőpult, ilyen kisebb fajta hűtő, be van rakva kóla, ásványvíz, Fanta, Sprite, volt egy ilyen kis pult, ott mindenféle gyümölcs volt, banán, alma, körte, talán még szőlő is volt, és akkor volt egy kávégép, ami ugye gombnyomással működött, hogy milyen kávét szeretnél venni. És ez mind ingyen volt. Ez benne volt a első osztály vonatjegy árában, hogy a váróban, amíg te vársz a vonatra, addig ott ebben nyugodtan elhetsz, ihatsz bármit. Most nem akarom lefikázni Magyarországot, mert biztos nem csak ott élnek az emberek, mert biztos más kelet-európai, meg esetleg balkáni országban, de simán lehet, hogy Nyugat-országban is vannak ilyen prostók, nem tudok más mondani erre sajnos, aki biztos, hogy beszabadul egy olyan kategória, olyan kvalitású ember egy ilyen helyre, mert ő meg tudta venni mondjuk a 12 fontos vonatjegy helyett a 20 fontost, bemegy egy ilyen helyre, és akkor elraktam mindent a zsebébe, mert hogy hát ingyen kóla, meg ingyen cukor, meg ingyen kávé, akkor megiszok 8 kávét. Nem, ez itt nem szokás. Bemész, iszol egy kávét, és tudomásul ezzel kaptál egy kávét ingyen, meg egy üdítőt, hogyha magamhoz veszel. Mi is persze értelemszerűen először így, hát üzé, banán, alma, körte, minden kell nekünk. És akkor rájöttünk, hogy ez tök vicces, ez tök ilyen primitív dolog. És akkor elraktam egy banánt, mert egy banán jó lesz majd az úton, meg egy mit a kólát magamhoz vettem, meg ittunk ott egy kávét. De ez benne volt az árba, nem tudom, az a kis különbözet, amennyivel én megfizettem az első osztályt, azért ez jár. És akkor ott kényelmesen tudtunk ülni. Talán még egy tévé is volt, ami ment valami angol adás, hát én nem nagyon értettük, csak olyan úrnak éreztük magunkat, hogy leültünk abba a nagy kényelmes fotelba, ittuk a kis ingyen kávénkat, kis bögréből, néztük közben a tévét, és olyan jó érzést töltötte, hogy ez jár. Ez úgy van most nekünk azért, mert megvettem a drágábbik jegyet. Én nem gondoltam, hogy ez ilyen előnyökkel fog járni, egyszerűen csak azt gondoltam, hogy az első osztály helyjegy, az azt jelenti, hogy majd akkor ott nem kell nekem helyet vadásznom, meg nem tudom, idős nénivel harcolnom a ablak melletti helyen, nem lesz egy fix helyen. Így néz ki egy első osztályú váró a Stoke-on-Trenti vasútállomáson. Valakinek van egy kis irodai ügyintéznivalója, az leül ide és használ mindent. Ingyen wifi van, bőrkanapék, és egy nagyon szuper kis kávésarok és hűtött üdítő. Itt most várunk egy 20 percet. Szóval nagyon érdekes volt, és akkor ott szépen bent is volt egy kijelző, ugye, hogy melyik vonat éppen melyik vágányra fog megérkezni, hova megy, és akkor ott bent ültünk, kiértünk, nem tudom, én mondok egy számot 20 perccel előbb, vagy félrevel előbb, mint ahogy kellett volna, vagy 25-tel. Attól függetlenül, hogy közel laktunk, ki akartunk menni időbe, hogy nehogy késő legyen, ugye első vonatozásunk, nem, semmi nem tudtunk. Szóval mindegy, megérsz, akkor kiírta, hogy mit te 3 perc múlva meg fog érkezni a Birminghambe tartó vonat, úgyhogy megittuk a kis kávénkat, elraktuk a kis frissen lopott banánt, meg kólánkat, és akkor lehagytuk a várót. És akkor jöttünk el, tulajdonképpen valaki, hogy a szemfüles, akkor ha nincs is első osztályú jegye,
odáll mondjuk az ajtó mellé, én csak itt várok. És ha valaki kijön, akkor hely, köszönsz egyet illedelmesen, rámosolyogsz, hogy ez itt szokás, és egyszerűen bement volna. Én biztos nem csekkoltam volna, hogy hey, állj csak meg, nekem van első osztályú jegyet, hogy bemehetsz ide, hanem nyit. Fogtam volna az ajtót, parancsolj, fáradj be. És lehet, hogy ha valaki szemfüles, ezt meg is játsza. Nem tudom, mert nem álltam ott ezt várni, megnézni, hogy valaki megcsinálja. Szóval mi kijöttünk, megérkezett a vonat is, tényleg a pár percen belül, mint az ki volt írva. És felszálltunk rá, és egy nagyon kényelmes vonatutunk volt. Birminghamig. Hogy most kabinba voltunk-e, vagy nem, arra már nem nagyon emlékszem. Volt egy másik vonatutunk is, ami szintén ilyen kicsit luxusabb körülmények között, tehát mi ezt gondoltunk kelet-európai fejjel, de az majd egy következő sztori lesz. Lényeg, hogy megérkezünk ugye Birminghambe, és akkor kiszálltunk a vonatból. Nézelődök, mondom, erre kérem menni, taxiállomás, hát ugye értelemszerűen minden ilyen helyen van taxiállomás. Taxidroszthoz oda megyünk, nézem, mondom a verának, mondom, figyelj már, mondom, úgyse utaztunk még soha ebben a Black Cab-bel, ugye aki tudja, a Black Cab az a tipikus londoni taxi. De hát ez nem csak Londonban van, hanem Anglia szerte mindenhol. Ez a tipikus púpos, ilyen kis, ilyen, nem tudom, londoni taxi, nem tudom másképp elmondani. Ez a londoni taxi, ez úgy, hogy Black Cab. Oda megyünk, ugye értem szerint a legelsőhöz kell mindig oda menni, hiába állnak a csorba. Mondom neki, hogy mennék a címre, szabad, de persze üljünk be, és akkor ugye furcsa, mert az ajtó, ha jól emlékszem, akkor hátrafele nyílik a hátsó ajtó, nem előre, mint hogy megszokott, és bementünk, egy elég nagy tér van belül, ugye alapból három ülés van menetirányjal szemben, tehát lehet rendesen kifele nézni, illetve van két ülés még extrába, aki akkor menetirányjal háttal ül, és akkor úgy elvileg öt ember befér. Mert a vezető mellett ott nincsen ülés, ez ki van szedve, nem is lehet oda beülni. Tehát le is van zárva egy ilyen fallal, nem csak a Covid miatt, hanem egyébként is. És akkor egy kis ablakon keresztül lehet átadni neki a pénzt, illetve ott tudja odaadni a kártyaleolvasó masinát, hogyha kártyával akar fizetni az ember, illetve van mikrofon meg hangszóró, hogyha akarunk kommunikálni vele, akkor tudunk kommunikálni vele. És tehát így el vannak szeparálva a taxisofőrök az emberektől. Lényeg az, hogy beszállunk, ott helyezkedünk, ugye elmondtam neki a címet, hova mennénk, mondta, jó, rendben, és elindultunk. És akkor nézegelettünk, mint a kisgyerekek a cukorka volt kirakat előtt, hogy mondom, Birminghamben vagyunk, nagyváros idézőjelben, ugye sokkal nagyobb város, mint Stoke-on-Trent, meg azért másabb, nagyvilágibb is. Azért most nem tudok méreteket mondani, de így London után, talán így Birmingham, meg Manchester, Leeds, ezek még ilyen nagyvárosok. Leeds már talán nem is annyira nagy, meg mondjuk ott ugye van akkor Sheffield, meg Nottingham, de ezek már kisvárosok. De Birmingham, meg Manchester, azok ilyen nagyvárosok. Nem akkorák, mint London, de azért nagyváros. És lényeg, hogy megérkeztünk Birmingham, és ott nézelődünk, hogy emberek, hogy egész más, sokkal zsúfoltabb minden, sokkal több reklám van, sokkal, az egész olyan zsúfisabb, olyan mozgalmasabb város. És azért megérkeztünk a címre, és akkor meg is láttuk a kis Vauxhall Astránkat. Kifizettem a taxit ugye készpénzzel. Abban az időben én még nem nagyon kártyáztam, még akkor inkább a készpénznek az embere voltam. Megszoktam, hogy Magyarországon mindig van nálam készpénz, minden készpénzzel kell fizetni. Úgyhogy kifizettem az embert, kiszálltunk, megyek oda az autóhoz. Mondom, kicsit így körbenézem gyorsan, mielőtt a tulaj kijönne a lakásból, hogy egyáltalán látok-e valami nagyon nagy drasztikus dolgot rajta, de nem láttam semmi különösebb dolgot rajta egy hirtelen. Úgyhogy utána nem is bekopogtunk az ajtón, mert azt hiszem, hogy ez pont ez egy ilyen hát, talán ilyen hamburgeres, kebabos, giroszos előtt állt, és a tulaj pedig ott dolgozott, vagy az övé volt, nem tudom, valami ilyesmi. Tehát lényeg, hogy bementem ebbe a giroszosba, és mondta, hogy jöttem volna az Astráért. Elmondták, hogy semmi gond, oké, rendben, most az ember éppen nincs itt. De itt hagyta a kocsi kulcsot, nézem meg nyugodtan, ha tetszik, akkor itt hagyom neki a pénzt, kitöltjük a papírt, és akkor megyünk haza. Hát mondom, ez ugye életem első angliai autóvásárlása volt, tehát nem nagyon tudtam én ebben a dologgal még így mit kezdeni, hogy ez így működik. Aztán már most megint persze, tudom, szajkózom csak saját magam, évek tapasztalata, tudom, hogy ez így működik. Tehát ember oda megy, akár egy, nem tudom, egy CBA-s blokk hátuljára írok annyit, hogy eladva az autó kis Gézának ennyiért, ott van, és ez egy adásvételi. Tehát ezzel az autót lehet vinni a dolgokodra, ahol akarod. Sőt, el lehet
intézni a dolgokat most már online. Tehát tulajdonképpen nem is nagyon kell nekem itten papírokat küldözgetnem. Tehát az online ügyintézésnek ez az erőnye. De erről egyébként van is egy videó, azt hiszem a csatornámon, hogy hogyan kell autót vásárolni, hogyan lehet autót vásárolni, milyen kötelezettségeid vannak és mit kell tenned. Szóval lényeg, hogy az autó átírást online el lehet intézni, hát nem akarok hazudni, de kb. 5 perc alatt, és onnantól fogva az én nevemben van az autó. Értelemszerűen ugye forgalmi engedélyt csak mondjuk egy hét múlva kapom meg, tehát az önkormányzat, illetve hát a közlekedésügyi hatóság ugye ezt leellenőrzi, hogy nem egy lopott autónak egyszerűen megadatait, és akkor onnantól a nevemben van. Tehát van ennek valami ellenőrzési procedúrája, de tényleg tök egyszerű. 5 perc alatt bejelentem, hogy vettem egy autót, és utána nevemre küldik a logbookot. Illetve az embernek is ugye nyilatkoznia kell, hogy ezt az autót ő eladta nekem, és ennyi. Lényeg, hogy ott megkaptuk a kulcsot, furcsa is volt, hogy a kezembe adja a kulcsot, nem is érdekel, hogy mit csinálok vele. Tehát elvileg én nyugodtan beülhettem volna a kocsiba, beindultam és elmehettem volna. Tehát miért ne? De eszemben nem volt ilyen, meg nem is tennék ilyet soha, pláne nem 300 fontos autóval, nem tudom, még 20 000 fontos autóval sem, csak ilyen furcsa volt, hogy itt ilyen Ez a bizalom ilyen alapértelmezett. És odaadta ugye a kulcsot, beindítom, nézegetjük, elektromos ablakok működnek, szervokormány, szépen jár a motor, néztem ugye olajat, vizet, minden, és jó benne, nem folyik orrán száján semmi, és minden ajtót kinyitogattam, megnézegettem, hogy lehetett, hát nem láttam semmit, most 300 fontért nem vártam csodát, egy üzemképes autót akartam a seggem alá, a seggünk alá. Azt kérdez az embert, mondom, figyelj már, mondom, mehetnek van egy próbakört itt a környéken? Jó, persze, menj nyugodtan. Na ez volt a második döbbenet, hogy simán adja az ember, hogy menjek át. Ugye eleve mondjuk valószínűleg nem nagyon érdekelte, mert nem az övé volt, hanem csak valaki, meg egyébként sem szoktak itt 300 fontos autóval az emberek elszökni. És akkor ezt mondtam, látjátok, már megint süt a nap. És ilyenkor az a baj, hogy ugye előbb esett az eső, tehát a vizes aszfalt az úgy tükröződik, mint az állat. Tehát föl kell venni a szemüveget. Sajnos megint, nézd meg. Előbb esett az első. Még az ablaktörlőt is kapcsoltam, várjál. Szóval ott megyünk egy kört a ház körül, úgymond, teljesen frankó, semmi különösebb zaj, nem kopog, nem csörög, nem zörög. Hát mondom, érdekes ez, mondom, 300 fontért egy ilyen autót. Visszamegyek ugye a emberhez. Mondom neki, hogy hát mondom, rendben van. Elvinném az autót, azt mondja, semmi gond, akkor 300 font lesz. Eszembe se jutott alkudozni, vagy ilyesmit, mert 300 fontból hova? Aztán most már tudom, megint csak ugye szajkozom saját magam, simán. Tehát így most azt mondanám neki, hogy hát jó, van 220. És akkor azt mondja, hogy a 250, és a 250 oda, nem biztos vagyok benne, vagy 270 ér minimum. De 300-ban tuti lehet volna még alkudni, akkor annak idején még én őrültem, hogy te úristen, 300 fontért veszek magamnak egy G-Astrát, ami tök jó állapotban van, és működik, és nem füstöl, és megy. Ez elhihetetlen volt számomra akkor még. És mondom, ez nagyon fasza. Odaadtam neki 300 fontot, ott írtunk egy papírt, ugye, megkaptam a green slipet, ez egy picike része a logbooknak, ami a forgalmi engedély. De nézd meg a videót, hogy esetleg érdekel, hogy hogyan kell autót vásárolni, meg eladni itt Angliában. Szóval én megkaptam ezt a kis papírkát, ami igazolja azt, hogy az autót én most megvettem. Tehát ebből az autóval én, azon van egy bizonyos szám, ugye ez a dokumentumnak a száma, azzal a számmal én tudok intézni mindent online azonnal, és akkor mehetek az autóval haza. Úgyhogy én ott gyorsan meg is csináltam ezt online, hogy ezt az autót én megvettem. Azt hiszem ki is fizettem rá ott azonnal az útadót, illetve kötöttem egy egynapos biztosítást, hogy haza bírjunk vele menni. De ezt mind ott online kb. 10 perc alatt a telefonon megoldottam. Úgyhogy minden rendben volt, ki volt fizetve az útadó, az autón ugye van biztosítás, egynapos ideális biztosítás, úgyhogy menjünk akkor haza, és akkor én nagyon, nagyon boldogan, én nagyon fú, G-Astra tulajdonos vagyok. Ez akkora szó volt nekem abban az időben, hogy így fú, de jó, vettem egy tök fasz autót. Voltak egyébként Magyarországon különböző autóim, de így ezt a szintet így egyik sem ütötte meg abban az időben. Most persze Kanadában megint más volt a dolog, de most Magyarországhoz hasonlítottam én. Szóval jó volt, hogy nem egy, nem tudom én, lepukkant Renault
Clio volt az, hanem mégiscsak egy jó állapotú Opel Astra. Most értem, szerintem a Renault Clio-t fikázom, csak nekem ez egzisztenciálisan, meg műszakilag nekem ez egy jobb autó volt. Úgyhogy hazamentünk, autó simán abszolválta azt, amit elvártam tőle, A-ból B-be el tud minket vinni, kényelmes az ülések, volt könyöklő, elektromos ablak, klíma, ami kellett, minden volt benne. Úgyhogy szépen hazamentünk, úgy értemszerűen bennem volt a félsz, mint autószerelő, hogy az autó tulajdonképpen bármikor az útszélén ott hagyhat minket, mert 300 fontért vettem, tehát semmi nincs garantálva. Meg ugye itt azt szoktak általában ráírni az én adásvételikre, hogy sold as seen, tehát hogy megvetted, ahogy láttad. Tehát azt, ha megnézed, hogy elmentél vele, akkor itt még kapugarancia sincs. Tehát amint kifizetted a pénzt és elmentél vele 5 métert, lerobbansz, semmi közük hozzá, mert az autót láttad, működött, megvetted, tiéd. Szóval ez benne volt a pakliba, és akkor eljöttünk haza, és itt tök boldog voltam, hogy van egy jó állapotú autó, mert tudunk majd járkálni. Aztán másnap, amikor ugye lejárt róla a biztosítás, és kötöttem rá egy új biztosítást, na akkor jött a sokk. De erről majd a következő részben fog nektek beszélni. Köszönöm, megnézted a videót, hogyha eddig eljutottál, nem volt túl uncsi. Tetszett, akkor mindenféleképpen nyomj egy lájkot. Illetve nem vagy feliratkozva, akkor tedd meg, nyomd meg a feliratkozás gombot, illetve nyomd meg a harangikonocskát, hogy minden értesítést megkapj, hogyha új videót töltök föl. A következő részig pedig sziasztok!